Tididi, szevasztok, köszöntök mindenkit, a Restartot látjátok, informatikai műsorunk, itt a Fixen, én a Vendi vagyok, még egyszer szevasztok, belevágunk ebbe a hétbe, úgyhogy egy egész hetetek van arra, hogy kérdezzetek, hozzászóljatok a témákhoz, vannak elérhetőségeik, mindjárt olvashatjátok őket a képernyő alsó részén, hívhattok minket, 44513 49, ez a telefonszámunk, Skype-on is fenn vagyunk, tv.fixhd, csörögjetek bátran, ugye utóbbinál videóhívási lehetőség is van, olyan rég hívtatok videóhívással. Csörögjetek videóhívással is, ugye egy webkamera szükségeltetik hozzá, vagy most már bármelyik okos eszközön ez megoldható. Ugye bár igen, a plüntyögést azt kikapcsoljuk, és természetesen van Facebook elérhetőségünk is, facebook.com/fixhd, ez a televíziónk oldala, itt tudtok követni bennünket, lájkolni, illetve aki engem szeretne személyesen követni, akkor a facebook.com/vendifix címen tudja ezt megtenni. m.fixhd.tv a mobilos elérhetőségünk, illetve www.fixhd.tv, ez pedig a weboldalunk, ahol visszanézhetők az adásaink, illetve élőben is figyelemmel kísérhető a televízió adása, még akár HD minőségben is megtehető. Úgyhogy nézzetek minket, és szóljatok hozzá, a műsor interaktív, legalábbis amit a Restartot illeti, úgyhogy 5 és 6 között van lehetőségetek hozzászólni a dolgokhoz. Hát van mihez, kérem szépen. A hétvégén én nem tudom, mi történt a tech cégekkel, de megint csak folyamatos bejelentések érkeznek. Például Google-ék házatájáról is van egy jó pár hírünk. Az egyik ilyen hír az azzal kapcsolatos, hogy mesterséges intelligenciát vásárolt a Google, ha minden igaz. Ugye erről már beszéltünk, hogy robotokkal kísérletezik, mutattunk is be ilyen prototípusról készült videókat, ahol is azt látjuk, hogy valamiféle robot technológiával kezd el foglalkozni a Google itt a háttérben. Tehát amellett ugye, hogy a kereső óriás, ugye gondolom, hogy mindenki ott szokta keresni a dolgait, illetve webes e-mail szolgáltatás, ugye a YouTube is az övé, tehát igazából a név szerintem ismert. Ez a robot technológia, illetve mesterséges intelligenciával foglalkozó történet, ez új, újdonság, egy pár hónapja szól erről a hír. A Google megveszi a londoni DeepMind nevű mesterséges intelligenciával foglalkozó céget. Én hozzátenném, hogy is, mert már vagy 8 ilyet megvet, ha jól tudom. Az ár állítólag több mint 500 millió dollár. A Facebook tavaly szintén tárgyalt a startup felvásárlásáról. A vételt egyébként a Google is megerősítette, tehát ténylegesen ez nem csak egy felröppent hír, hanem ténylegesen úgy néz ki, hogy érdeklődnek a cég iránt. Egyre több technológiai cég figyelme fordul az úgynevezett deep learning, vagyis mély tanulás irányába, amely a gépi tanulás egyik típusa. Lényege, hogy az algoritmusok képesek a reprezentáció több szintjét felismerni. A Facebook nemrég igazolta le a New York University professzorát, Jan LeCantot, hogy új mesterséges intelligencia laborjukat vezesse. Az IBM szintén mély tanulással foglalkozik, a Watson szuper számítógép segítségével, a Yahoo pedig nemrég megvette a Lookthrough fotóelemző startupot ugyanezért. Tehát, hogy ezzel az úgynevezett deep learning technológiával foglalkozzon. A DeepMind-ot Demis Hazabis neurológus, Shane Legg kutató és Jan Tallin, a Skype és a Casa Volt fejlesztője alapította. Mostantól elvileg Ray Kurzweil futuristával dolgoznak majd együtt, akit 2012-ben vett fel a Google. A cég még január elején megvette a Nest nevű intelligens háztartási vezérlőkkel foglalkozó startupot, előtte pedig bevásárolt jó pár robotos céget, közöttük a legnagyobbat, a Boston Dynamics-ot. Sokak szerint a Google ezzel már elképesztő mennyiségű adathoz, teljesítményhez juthat, lassan korlátlan hatalma lehet a felhasználók felett. Ez egy kicsit erős túlzás megint. Most előre készültek az aggodalomra, bejelentették, hogy etikai bizottságot alapítanak, ezzel biztosítják, hogy nem használják rossz célokra majd a DeepMind technológiát. Ugye, mert hát rengetegszer ez van, ez hullik mindenhonnan, itt a Restartban is rengetegszer beszélünk erről, sőt a Marcival ugye még néha össze is szoktunk ezen vitázni, hogy
hogy az ilyen tech cégek annyira fejünkre nőnek, hogy lehallgatnak minket, figyelik a szokásainkat, stb. Stb. És hát valóban ez részben tényleg így is van, hiszen így tudják megállapítani azt, hogy mire is van szükségünk, hiszen ugye azért az okostelefonjainkat nyomogatjuk meg ilyenek, ugye? De hát ezt valahonnan ki kellett annak idején találni, hogy mire van az embernek szüksége. Tényleg szükségünk van arra, hogy nyomogassuk a telefont? Ezek szerint igen, hogyha mindenki ezt csinálja. Úgyhogy gyakorlatilag itt is erről van szó, próbálkoznak, fejlesztgetnek, GPS-ítenek, illetve hát mesterséges intelligenciával foglalkoznak, most ez az újdonság, úgy látszik 2014-re ez jutott, de hát ahhoz, hogy tudják az igényeket alakítani, ahhoz valamennyire figyelni kell a szokásokat, ergo minket, illetve hát gyakorlatilag ugye a Google felhasználókat. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ezt megint csak nem kell zokon venni feltétlenül, nem kell túlparázni sem a dolgokat, ebből elvileg a felhasználó nyer, hiszen ő kap valószínűleg, azaz mi kapunk gyakorlatilag, remélhetőleg használható szolgáltatásokat, amiket a jövőben ugye fogunk tudni használni, mert hát most is ki ha nekiállunk keresni valamit, hol szoktuk elkezdeni? A Google-ben, ugye? Ha videókat szeretnénk nézni, hol szoktuk megnézni? A YouTube-on. Ha e-mailezni szeretnénk, a föld lakosságának több mint fele, hol e-mailezik? A Gmailen, ugye? Tehát, hogy itt igazából fújjuk a Google-t, de mindenki használja, ugye? És természetesen mindezt ingyen tesszük, mert hogy igazából ezek mondhatni ingyenes szolgáltatások, nem teljesen igaz, hogy ingyenes, mert pont az az ingyenességnek az ára, hogy reklámokkal látnak el bennünket, ráadásul egyébként még ez is viszonylag jól meg van csinálva, tehát hogy célzott reklámok vannak. Tehát nekem például minek küldenének mosóporral kapcsolatos reklámokat, amikor mondjuk én annyira nem vagyok érdekelt a mosóporban, bár mondjuk ez hülyeség, mert mondjuk abban még talán igen, de mondjuk mit tudom én, babapelenka reklámokat nekem feleslegesen küldözgetnének, nem is szoktam ilyeneket kapni. Ugye? Van, aki viszont ezeket szokta nézegetni. És ha már Google-nél tartunk, egy szintén érdekes hír, ez tényleg egy érdekesség, az, hogy ez megvalósul-e vagy nem, az majd kiderül, ingyen taxit indítanak Google. Na vajon mit kell cserébe csinálni az ingyenességért? Hát persze, hogy reklámokat kell nézni. Ugye? A Google egy teljesen új területre is bevezetné freemium modelljét, a taxizásban, már ennek is van a freemium, tehát hogy ingyenes szolgáltatás gyakorlatilag. Az utasok útját, vagy annak egy részét a hirdetők fizetnénk, abban a reményben, hogy vesz tőlük valamit az utas. A TechChurch fedezte fel a kereső cég legújabb szabadalmát, amelyben a cég részletezi a működési modellt. Okos telefonon és különböző előre telepített hirdetési oszlopokon különböző ajánlatokat mutatnának, a telefon alapján helyhez kapcsolódóan is, így az utas és a hirdető cég is jól járhat. A szabadalom leírásában egy étterem szerepel példaként, ha az utas beül az ingyen taxiba, és a helyre hajt, már hogy az étteremhez, 50%-os árkedvezményt kap az ételek árából. Ugye? Tehát ez már az árukapcsolás része is. A kiosknál valószínűleg bejelentkezéssel kell majd azonosítaniuk magukat a felhasználóknak, sőt információt adnak minden másról is, például, hogy ki van még velük, így pontosabb találatokkal böngészhetik a leendő katalógust. Azt még nem tudni, hogy ez mostanában készülő fejlesztése, vagy inkább az önvezető autók korába illeszkedő utopisztikus álom, de az valószínű, hogy a helyek és az igények pontos ismeretében olcsóbb lehet az utazás, akár annyira, hogy a különböző szolgáltatásoknak is megérje kifizetni a fuvart. Ugye? Tehát gyakorlatilag arról szól, hogy nem nekünk kell fizetni a taxiért, majd, ez szerint az utopisztikus álom szerint, ahogy itt a cikkben is említik, hanem a különböző hirdetési cégek majd kifizetik helyettünk, nekünk csak annyi a teendőnk, hogy elviseljük azokat a reklámokat, amiket az orcánkba fognak valószínűleg így nyomni. Tehát a taxiban, majd az LCD monitoron, a különböző hirdetőoszlopokon a telefonunk fog visítozni, STB, viszont ingyen utazunk, ugye? Azt hiszem, hogy van jó pár ilyen szolgáltatás már, vagy volt hasonló jellegű szolgáltatás, ugye itt a telefonálás kapcsán. Már itt Magyarországon is volt egy cég, de szerintem több is, akik megpróbálkoztak azzal, hogy ingyen lehet telefonálni, viszont cserébe reklámokat kell hallgatni. Ez mondjuk inkább zavaróbb, mert mondjuk ha az ember telefonál, akkor általában nem reklámokat szeretne hallgatni, hanem valakivel szeretne valamit megbeszélni vagy közölni. De mondjuk egy taxizás közben, hát most miért nem mehetne ott nekem a taxiban egy monitoron egy reklám? Szerintem ezzel semmi gond nincs, viszont ingyen utazom. Tehát még az érzés is
sem annyira kellemetlen, mint mondjuk itt a telefonálás esetében. Ez a része nem jött be, már hogy az ingyen telefonálás, olyan sokan nem használták, ha jól tudom, meg is szűntek ezek a cégek. Hát kiderül, hogy ez a taxis történet ez mennyire fog beválni. Szerintem az ötlet nagyon jó. Nekem legalábbis tetszik. Úgyhogy ilyenekben is gondolkodik a Google. Hát szerintem lassan már ott tartunk, hogy mi az, amiben nem gondolkodik a Google. Tehát kevesebb olyan dolog lesz, amiben nem gondolkodik, mint amiben igen. Na és akkor mi mindig maradjunk a Google-nél, jó? Nexus, mint saját brand, ugye? Szerintem most már mindenkinek beégett a köztudatába. Hát tessék gyorsan kitörölni, mert minden igaz, akkor megszűnik ez a vonal, legalábbis a Nexus, mint brand. A Google hamarosan búcsút int a 4 évvel ezelőtt bevezetett saját márkanevének, a Nexusnak. Bár a kereső óriás még idén több mobilt és táblagépet is kifogadni ezen a néven, azt jövőre teljesen kivezeti a piacról, hogy helyüket a Play Store brandjét erősítő Play Edition készülékek vehessék át. Legalábbis ezt állítja egy jól ismert mobil reviewer oldal szerkesztője, aki nyilván a céghez közel álló forrásokból értesült a várható fejleményekről. Ezek szerint a Google a jövőben inkább a Play Edition vonalat fogja előnyben részesíteni. A Nexus és a Play Edition készülékekben közös, hogy azok mindegyikét, vagy azok egyikét sem maga a Google, hanem partnerei, közöttük ugye a Samsung, az LG, vagy akár az Asus, gyártják, illetve gyártották. Ugyanakkor, míg a Nexus vonal tagjainak fizikai kialakítása és hardvere felett is teljes mértékben a Google rendelkezik, a Play Edition-ök nem mások, mint az egyes gyártók függetlenül kifejlesztett és piacra dobott saját márkás termékeinek a Google-el co-brandelt alváltozatai, azok a klónok lennének. Ezzel összefüggésben, míg a Nexus mobilok és táblagépek a Google eredeti és módosítatlan Android rendszerével érkeztek, és a frissítésüket és a keresőúriás biztosította, a Play Edition verziók a gyártók saját Android változatát futtatják, és frissítésüket is utóbbiak végzik. Az egyetlen különbség az eredeti készülékek és a Play Edition változatok között az, hogy utóbbiakról hiányoznak a gyártók saját felülete és alkalmazásai. A Google a 2010-es év elején bevezetett Nexus márkanév alatt eddig 5 darab mobiltelefont, 4 darab táblagépet, valamint egy úgynevezett média streamelő eszközt dobott piacra, amihez az idén még egy telefon és legalább egy táblagép is fog pluszban hozzájönni. Tehát Play Edition, ez az, amire a jövőben figyelni kell, és a Nexus, mint úgy, az ki fog esni a körből. Mi van a Motorola-val? Én most, mert hogy arról meg így megint nem szól a fáma, tehát felvásárolta a Google a Motorola-t, gondolván, hogy majd egy saját márkás készüléket, illetve saját márkás készülékekkel fog jelentkezni. Kicsit ugye el is gondolkodtunk annak idején egy pár hónapja azon, hogy lehet, hogy versenybe akarna szállni, bár igazából szükségtelen, de be akarna lépni azoknak a körébe, mint például az Apple, akik gyakorlatilag saját gyártó specifikus eszközöket adnak ki, és nem kooperálgatnak igazából más cégekkel, rendszerekkel, hanem saját maguk csinálnak gyakorlatilag mindent. Ez persze részben igaz, mert azért tudjuk, hogy az Apple termékek nagy része is innen-onnan van összerakva, tehát mit tudom én, kijelző Samsung, STB, tehát hogy vannak azért ilyen összefonódások, de ugye a brandelés, tehát a márkának a bevezetése, illetve a márkának a népszerűsítése, az gyakorlatilag Apple-éknél ugye gyakorlatilag egy vonalon megy, maga az Apple céghez, ugye az almához kötik a dolgot, a Google-nél meg ugye itt az Android kapcsán a különböző gyártók használják gyakorlatilag az Androidot, mint operációs rendszer a saját termékeikhez, és nincs egy ilyen Google-ös irányvonal gyakorlatilag. Na most én úgy gondoltam annak idején, meg hát erről nem csak én gondoltam, hanem a különböző hírek is erről szóltak, hogy a Nexus talán az a vonal, ami táblagépekben is, okostelefonokban is képviseli gyakorlatilag a Google-nek a saját márkáját, saját brandjét. Hát és most úgy néz ki, hogy ez mégsem így van. Aztán persze még mindig lehet, hogy ezt meg fogják csinálni, és azért kellett a Motorola annak idején, mert hogy felvásárolták, de igazából nagyon nem csináltak vele semmit. Sőt, ez nem teljesen igaz, mert a Motorola azért gyártogat még most is készülékeket, bár ezt nem Google-ös brandelés alatt teszi.
Nem tudjuk, hogy ez egész pontosan akkor milyen célja volt ez a Googlenek, de én azt látom, meg ugye az előbbi két hírben is az volt, hogy össze-vissza felvásárolgat különböző cégeket, hogy ez most tényleg azért van csak, hogy azok a cégek az ő hatáskörük alatt dolgozzanak, vagy hogy nem is kell, hogy dolgozzanak, csak gyakorlatilag a Google-é legyen, ezért teszi ezt, vagy tényleg van valami célja vele. Hát ez egyelőre még nem ismert, de szerintem készül valami a Google, én nekem nagyon az az elgondolásom ezzel kapcsolatban, hát majd kiderül. Minden esetre konkrétumok ezzel kapcsolatban sincsenek. Még ilyen konkrétumok vannak, mondom, hogy a Nexus-t, mint márkanevet kivezetik, helyette jön a Play Edition. Ez gyakorlatilag egy rename, tehát hogy mert a brandelés, illetve az eddigi irányvonal is ugyanez volt gyakorlatilag, tehát ebben különösebb változást én nem igazán látok, csak egy névváltoztatást, de hogy ténylegesen ez mi állhat a háttérben, az majd kiderül szerintem a jövőben. Szerintem fognak minket még meglepetések érni, én úgy gondolom. Meglátjuk, kíváncsian várom. Na jól van, ennyit első körben a hírekről, most kicsit Google-ös hírek voltak, de lesznek még Microsoftos és Apple-ös hírek is, csak hogy örüljenek azok, akik már hiányolták az Apple-ös vagy Apple-lel kapcsolatos híreket. Én ránézek a Facebook oldalunkra, hogy érkezett-e hozzászólás kérdés, nyugodtan tessék kérdezni, és én pedig igyekszem ezekre választ kapni. Kevinnel kezdjük, illetve folytatjuk. Szia Wendy! Ez olyan egy olyan kérdésem lenne, hogy van egy bizonyos típusú alaplapod. Hogyan lehetne beállítani, hogy amikor bekapcsolom a gépet, a logót mutassa, ezt angolul BIOS logónak hívják, ha nem értenéd, linkelem az oldalt, amire gondolok. Azt szeretném megcsinálni, csak félek, hogy az alaplapomban nincs ilyen opció. Létezik vajon jó a műsor? Most ezt nem egészen értem, mert igen, van ilyen, hogy BIOS logó. És ezt szeretnéd látni? Hát, hogy gyakorlatilag... Hát van egy ilyen, a BIOS-ban egy ilyen beállítás, hogy boot logó talán valahogy így hívják, hogyha az enable-re van állítva, akkor egy logót fog mutatni, és nem a diagnosztikát, ami egyébként fut a háttérben, azt hiszem az escape-et, vagy a tabot megnyomva el is lehet tüntetni a logót, és lehet látni a self-tested gyakorlatilag, amit a számítógép ugye végrehajt minden egyes induláskor. De egyébként a logó látható, hogyha be van kapcsolva ez a boot logó, vagy full screen logó, nem tudom, BIOS-tól függ, hogy ezt éppen hogy hívják. Sőt, tovább megyek, mert nem tudom, hogy lehet, hogy erre vonatkozott a kérdésed, csak én értettem félre, hogy egyébként ezt még meg is tudod változtatni. Tehát te magad is tudsz oda képet feltölteni, gyakorlatilag. Tehát akár egy saját logót is kitehetsz ilyenkor, nem feltétlenül biztos, hogy a gyártónak a logóját kell ott nézned, ha akarod. Ezt most meg ne kérdezz, hogy milyen programmal lehet megcsinálni, mert ahány BIOS, meg ahány alaplap, ahol annyi féle, de az alaplap gyártó oldalán érdemes körbenézni. Valami a utility kapcsán vannak ilyen BIOS utility-k, és azokban van ilyen lehetőség, hogy akár a full screen logót is személyre szabd, és mondjuk a saját arcképedet tedd mondjuk ki, vagy most csak ez egy példa volt, de akár bármit lehet csinálni. Vannak olyan cégek, ahol egyébként ezt meg szokták csinálni a rendszergazdák, amikor már nagyon unatkoznak, hogy a cégnek a saját logójával indulnak el a számítógépek. Nem mint hogyha általában egy cégnél a számítógépeket olyan túl sokszor újraindítgatnak, és ez olyan nagyon fontos funkció lenne, de van rá lehetőség. Aztán... Péter, most ezt majd megbeszéljük adáson kívül, most én nem szeretnék állandóan belefutni ilyen teljesen nem témába vágó kérdésekbe. Nagy András viszont témába vágó kérdést tett föl. Üdv, Wendy, ez a kérdésem, hogy mi a pontos különbség a 32 bites és a 64 bites Windows között? Hát igazából nem sok. Csak az architektúr. Nem sok, de nagyon. Tehát, hogy architektúrális különbségek vannak. Tehát ugye a 32 bites adatfeldolgozás, ugye ezt a processzornak kell támogatni. A processzor támogatja 64 bites feldolgozást, akkor gyakorlatilag alkalmas arra, hogy 64 bites operációs rendszert futtassunk rajta. A mai processzorok ezt már gyakorlatilag tudják, tehát nem is nagyon lehet kapni olyan processzort, ami ezt még le tudná. Igazából a fontosabb különbségek talán a gyakorlatban azok, hogy ugye a 32 bites operációs rendszernek vannak bizonyos korlátai. Például a memória 3 gigáig használható csak, tehát 32 bites oprendszeren 3,25 giga egész pontosan, amit lehet memóriából használni. Ugye manapság, ahol egyre inkább erőforrás igényesebbek a programok, illetve hát maga az operációs rendszer is, a 3 giga memória az
az éppen hogy alap, tehát annál azért inkább többet illik egy számítógépben manapság tenni, viszont ugye hiába tennénk bele többet, ha 32 bites operációs rendszert használunk, nem igazán tudná kihasználni. Úgyhogy itt már érdemes a 64 bitben gondolkodni. Aztán, ha már a processzorot tudja, ugye sokkal, nem az, hogy sokkal gyorsabb, de jóval gyorsabb, tehát én inkább optimálisnak nevezném, optimálisabb a feldolgozás, illetve a számolás, hogyha 64 bites oprendszert használsz, és a processzorod is támogatja, meg persze a program is, amit használsz rajta. Tehát visszafele kompatibilis, az annyit jelent, hogy 30 vagy 64 bites operációs rendszer alatt te tudsz futtatni 32 bites programokat. A nagy része a programoknak egyébként még mindig 32 biten íródik, ne kérdezzétek miért, mert általában motorra írják egyébként a programokat, és a motorokat kéne ugye optimalizálni 64 bitre, és akkor onnantól kezdve már 64 bites lenne a program is. Nagyon sok területen már átálltak, nagyon sok területen viszont még nem álltak át, viszont mivel kompatibilis, ez olyan nem okoz akkora problémát. A másik a tárhelyeknél is ugyanez van, tehát például egy Vinyó esetében, ugye 32 bites oprendszer alatt olyan nagyjából 2 teráig látszódnak a meghajtók, tehát 2 terás merevlemezt hajlandó egyben, mint tárterület kezelni. Tehát ennél nagyobb meghajtók, most már 4,5-5 terás merevlemezek is vannak, azokat például optimális esetben 64 biten lehet úgy kihasználni, hogy ténylegesen a teljes területet látod. 32 bit alatt is megoldható, csak szét kell particionálni több partícióra ugye a meghajtót, és a külön partícióknak egyenként nem szabad 2 teránál nagyobbnak lenni, különben nem fogja normálisan kezelni. Viszont ha 64 bitet használsz, akkor akár egyben is tudja ezeket kezelni. Ha ne adj Isten, valaki még raidet épít, vagy stripolja a vinyókat, tehát összefűzi őket, akkor ilyen 10 terákat is simán le tud kezelni a 64 bites operációs rendszer. Tehát röviden és tömören még millió meg egy különbség van egyébként, de ez a lényeg, amit esetleg a gyakorlatban is egy átlag felhasználónak fontos tudni. Egyébként meg, ha bővebben érdekel, nagyon hosszú leírások találhatók az interneten ezzel a kapcsolatban. Ha már az előbb a Google-t említettük, a Google a barátod, tehát ha ezt a kérdést így a Google-be beírod, és nem csak nekem teszed föl, akkor szerintem még bővebb információt fogsz tudni kapni a két architektúra közötti különbségről. No, hát a mi Miklósunk megérkezett, úgyhogy vele folytatjuk. Szevasz, Miki! Hello, hello! Mizu! Következő lenne a kérdésem most hozzád. Igen? Meg az egész nézősereghez, hát ha tud valaki rá megoldást adni. Ugye jó múltkorában beszéltem erről a haveromról, akinek a tévéjén lagol az egér, stb. Full HD-ba, 680-as kártyával. Na, ő tegnapi nap folyamán fogta, áthozta a 680-as kártyát, betettük a gépembe, semmilyen probléma nincs se a tévén, Full HD-ba, se a monitoromon, szóval nem a kártya a problémás. Uh-huh. Viszont este ugye hát ő elment, elvitte a kártyát, visszatettem az én 470-emet, és minden tökéletesen csatlakozik a slotban a nyák. Lap, tökéletesen be van tekerve a csavar, minden, és azt vettem észre is tegnap óta, hol megjelenik a hiba, hol nem, hogy zajos a kép HD-élmény, ilyen zöld pontok, vonalak mennek a fekete részbe már akkor, amikor bekapcsolom a gépet. Uh-huh. Szóval szerint ilyen zajos a kép, és egyszerűen nem tudok rájönni, már húztam le Winchester-t, dugtam vissza Winchester-t, az SSD-t, stb., de a kép ugyanúgy önnál is problematikázik, ami viszont furcsa, ugye ez nem folyamatos, hanem néha megjelenik, uh-huh. Utána meg önmagától minden nélkül fogja is mondjuk 5-10 perc után eltűnik és megy minden normálisan. Uh-huh. Több dolog is lehet igazából, a HDMI ugye egy digitális jelfolyam, tehát abban igazából, ha zaj van, akkor az általában vagy magánál a, most ez persze hülyén fog hangzani, de vissza kell menni az alapokhoz, vagy az encoderben van valami probléma már, ami ugye a digitális jelet előállítja, tehát maga a videókártya állítja elő hibásan a jelet már, vagy egyszerűen rossz a kábel. Tehát például érdemes lenne kipróbálni egy másik kábellel. Mi akkor szoktunk ilyen hibákat tapasztalni egyébként, hogyha elosztjuk például a HDMI-t, ugye mi több forrásban dolgozunk, van, hogy el kell osztani a HDMI jelet, és van olyan néha, hogy az elosztás után nálunk is keletkezik némi kis zaj, mert ugye passzív osztóval osztunk, hát ott benne van ez a pakliban. Érdemes lenne kipróbálni egy másik kábellel esetleg.
Hát, hogyha mondjuk egy jobb minőségű HDMI kábelnél nincs ilyen zaj. Ha akkor is van, akkor ugye lehet a videókártyának a problémája ez, ami nem feltétlenül biztos, hogy maga a videókártya okozza, hanem simán lehet, hogy valamilyen alaplapi probléma van, akár valamilyen nem megfelelő táp, ugye, ami áthúz esetleg az alaplapon, és ugye ez megmutatkozik a videókártyának a jelén. Ilyenekben kell keresni a problémát. Ez biztos, hogy nem, hogy mondjam, ez nem szoftveres probléma. Tehát a szoftvert azt felejtsük el, szoftveresen nincs ilyen gáz, ez biztos, hogy valamilyen hardveres dolog, és nem is hiba, hanem ez igazából csak ilyen... Tehát valami ilyen minimál zárlat, mert hogyha ez nagyobb probléma lenne, akkor egyáltalán nem működne. Persze. De valami kis alapprobléma van. De hogy egész pontosan hol, hát ezt így nem tudom neked megmondani. Mert de mondom, lehet, hogy a kábelcsere megoldja egyébként a problémát. Mert arra gondoltam még, hogy amikor rádugtuk a tévére, ugye hát kivettük a kártyámat, betettük az övét, és rögtön a tévén próbáltuk ki. Uh-huh. És ugye ott nem volt a gépbe dugva net, mert hát ugye odáig nem ér el a... Igen. Routertől, és ugye érzékelte a Windows 7 64 bites, hogy ugye más hardware van benne, mint eddig, uh-huh. és ugye próbálkozott leszedni hozzá a driver, de ugye net hiány, ugye ez nem ment neki. Igen. Azt letiltottuk, majd amikor visszahoztuk a monitorhoz, a routerhoz a gépet, akkor szedtünk le rá neki ugye uh-huh. driver, mármint hagytuk ugye a Microsoftot, hogy akkor ott szépen rakjon föl magának a Windows 7, és uh-huh. arra gondoltam még, hogy nem lehet, hogy ez kevert be netán. Hát, hogy rátelepítődött a driver maga. Az nem ilyen problémákat okozna, uh-huh. tehát ez ugye megint csak azt mondom, hogy ez valamilyen zavarás, vagy valamilyen uh-huh. olyan forrásból származó zaj, amit vagy a videókártya, vagy az alaplap, vagy a tápnak valamilyen nem normális működése okoz. Vagy a kábel ugye, hogyha esetleg hibás uh-huh. és áthúz rajta valami. Ez a Windows update-ről, vagy a Windows saját maga keres drivert és lefrissíti, ez videókártya esetében nem a legjobb megoldás egyébként, mert ő egy alap drivert fog felrakni, amiben a videókártyának az egyéb plusz feature-jei azok nem nagyon fognak működni. Ilyenkor jön az, hogy azért érdemes lenne a gyártó oldaláról a kártyához való plusz driver, tehát a Nvidia esetén ugye az Nvidia Control Center-t, ATI esetén, vagy AMD esetén meg ugye a Catalystot felrakni, hiszen a videókártyát akkor tudod legoptimálisabban kihasználni. Tehát ugyan a Windows persze. keresni fog drivert hozzá, és föl is tesz valamit, amivel egyébként tök jól működik, nem lesz gond, csak azért mondjuk a játékok esetében, ahol plusz dolgokat lehet, hogy a videókártyából ki kéne hozni, azok ezzel a Windowsos alapdriverrel nem biztos, hogy működni fognak. Tehát ezért kéne föltenni mondjuk mindenképpen másik drivert. Hozzá kell tenni, azért sem értettem ezt a driver keresését a Windows 7-nek, oké, rendben, hogy újabb eszköz került be, ugye nem az eddigi. Igen. De nekem ugye, mivel ugyanúgy Nvidia kártyám van, a legújabb driver van föl. Ezt már megbeszéltük pár szó, Miki, hogy attól, hogy Nvidia pontosan. Kártyád van, ugye ezt már mondtam párszor, hogy nem minden Nvidia chippel ellátott kártya működik ugyanúgy. Tehát sőt, rengetegszer előfordul, hogy az alap natív Nvidia-s driver az néhány kártya esetén nem is hajlandó normálisan működni. Ergo, ezért kell a gyártó oldaláról leszedni a drivereket, amikben azért minimális különbségek vannak, mert lehet, hogy az egyik gyártó beletesz bizonyos dolgokat, a másik nem. Ugye ez kártyától is függ, mert egy szérián belül is 3-4-5 fajta kártya van, aminek majdnem ugyanaz a száma, csak mit én, GT, GTS, GTX, és ezek között már vannak óriási különbségek egyébként, még ha ugyanabból a szériából is valók. És az általános natív driver az nem is biztos, hogy bizonyos kártyákon működik, ezért kell ugye a gyártó oldaláról feltenni a saját, kimondottan hozzászánt drivert. Rendben. Köszönöm szépen a segítségedet. Okay. További jó műsorvezetés. Köszönöm. Hello, Miki. Hello. Közben, ha jól láttam, Ákos is hívott bennünket, csak ugye amíg beszélünk, én nem akarok itt konferenciába kapcsolni, akkor sose jutunk itt a végére a dolgoknak. Most csörögél vissza, légy szíves, Ákos, hogyha kérdésed van, meg persze bárki ugyanúgy csöröghet. Skype-on is, tv.fixhd, illetve ugye telefonon is elérhetőek vagyunk, 4451349, és itt is van már Ákos. Hello, Ákos! Ja, Bendi! Halló! Szia! Itt annyit szeretnék mondani Miklósnak, hogy próbálja meg azt, hogy kiveszi a videókártyáját, uh-huh. és a csatlakozó lábait egy A4-es papírral megdörzsölgeti. Uh-huh. És ugyanígy járt a múlt héten, hogy kivettem a kártyát, mert egy másik kártyát kellett próbálnom, és utána az én kártyám zajos volt. Aha.
Én nem HDMI-n próbáltam, csak sima DVI kimeneten, de ott is zajos volt a kártya. Hát az majdnem ugyanaz, ugyanaz a digitális kijárat gyakorlatilag. Jó, ez is egy megoldás lehet igazából, némi kis oxidáció vagy kontakt miatt is okozhat ilyet, bár annyira ez nem jellemző. Én nagyon gyanakodom, hogy itt a kábel lesz inkább gond, vagy a magával a HDMI kijárattal esetlegesen. De egyébként ez is egy megoldás, amit mondasz, igen, valóban. Megpróbáltam tehát ezt a megoldást, hogy megdörzsöltem a lábait, és utána visszatettem, és ugyanazzal a kábellel gyönyörűen ment, amivel eddig. Na, hát akkor ez is egy ötlet. Jól van, köszönjük szépen az ötletet, Ákos, akkor reméljük Miki hallotta és megpróbálja. Ja, még egy az EPC-hez megtaláltam a gyári Windows neten, képzeld el. Micsodát? Ja, EPC-hez. EPC-hez megtaláltam a gyári Windows-t, amit eredetileg kiadtak vele. Érdekes. És ez csak így fönn van? Natur? Az Asus oldalán supportba le lehetett tölteni. Aha. Na, érdekes. És megtaláltam, és a gyári GOA matricájának a számát be kellett írni. Aha. És tudtam letölteni. Ja, értem. És gyönyörűen lejött, fölment, és 750 megabyte szabad hely lett, miután föltelepült a Windows, képzeled. Jó, hát akkor azt gondolom egy olyan verzió belőle, ami ki van pucolva rendesen, és rá van szabva az EPC-re, igen. Igen. Jó, oké. Köszönjük, Ákos. Akkor reméljük, most már fogod tudni használni rendesen, és helyed is lesz benne, úgyhogy... Érdekileg. Jól van. Köszi, hogy hívtál. Menjél ki neki. Jaja. A fölbontásra maradt a 800x480-as fölbontás. Aha. Hát ez végül is kis gépnél az jó. Jó van, oké. Na, köszi! Az a baj, hogy a szívebb oldalatok például 24768-ban jelenik meg, és például az alja lemarad. Hát a legtöbb oldal egyébként 1024768-ra egyébként optimalizálva. Hát figyelj, igen, ez egy érdekes kérdés egyébként, hogy a netbookoknak mennyi létjogosultságuk van manapság egyébként, mert ugye pont ebből kifolyólag, hogy túl pici a felbontása a kijelzőjüknek, meg már valljuk be őszintén, maga a vas sem olyan erős már mai weboldalakhoz. Tehát ez is már igazából a múlt majdnem, hogy tehát most már egy netbookkal tényleg csak én alap dolgokat tud az ember megcsinálni, mert nem alkalmas másra. Még egy kérdésem lehet? Nagyon gyorsan, jó, mert aztán mennénk tovább. Linux az mennyire free? Tehát az magánszerűnek ingyenes, vagy közületeknek is? Hát ez mindenkinek ingyenes elvileg. Vannak persze olyan disztribúciók, amik fizetősek, de általában ingyenes. Jó. Úgyhogy az használható bárki számára. Nagyon szépen, jó? Köszönöm. Oké, hello, szia. És csörögjetek nyugodtan, van még idő, jó, vagy bőven van időnk, úgyhogy lehet kérdezni, illetve hozzászólni a témákhoz. SSD-vel kapcsolatban kérdez Józsi, Szeba Vendi, az SSD pontosan micsoda? Ha megkérhetlek, tudnál egy-két dolgot mondani róla? Köszi. Pontosan ez a leírása, és itt leírtad, hogy milyen típusú SSD-d van. Konyha nyelven elmagyarázva, és itt Jenő akkor el is magyarázza, akkor gyorsan elfelolvasom, amit Jenő írt, és akkor lehet, hogy nem kell nekem itt elmagyarázni. Ha jól mondja Jenő, azt mondja, konyha nyelven elmagyarázva, az SSD egy olyan vinyó vagy merev lemez, ami nem tartalmaz mozgó alkatrészeket, tehát nem forgó lemezek vannak benne, és egy olvasó fej, ami olvassa az adatokat, hanem inkább a memóriakártyához vagy a pendrive-okhoz hasonló a működési elve. Kis memória chipen tárolódnak az adatok, és pont ezért, azért, mert nincs benne mozgó alkatrész, sokkal gyorsabb az elérési ideje, és az adatok írás-olvasási sebessége. Ez gyakorlatilag így van. Tehát én sem mondhattam volna jobban, nagyon szépen köszönöm Jenőnek, lájkoljuk is a hozzászólásként a kommentedet. Erről szól gyakorlatilag valóban az SSD. Picit annyit módosítanék azért rajta, hogy mivel ez egy újabb technológia, például az, hogy egy Windows XP-t egy SSD-re tegyél föl, az mondjuk azért némi kis plusz dolgokat igényel, például ugye a drivert valahogyan Nlight-tal vagy valamiben bele kell integrálni
a telepítőbe ahhoz, hogy egyáltalán föl tud rátenni, mert egyébként érdekes módon, ha úgymond ide módra van állítva, fölmegy rá az operációs rendszer, de például a boot szektort nem tudja írni, mert ugye ennek azért nem pontosan ugyanaz a működési elve, mint a merevlemezeknek, ezért a boot szektor sem így néz ki, gyakorlatilag nem is szektorokról beszélünk, ugye, egész pontosan, ezért fölmegy rá a rendszer, de nem tudsz például bootolni róla, tehát ilyen problémák lehetnek, meg lehet oldani, de kicsit körülményes ezeket, illetve az új UEFI megoldás, amit már itt az újabb alaplapok támogatnak, ott is lehetnek ezzel problémák, szóval XP-nél nem az igazi, Windows 7-tel, Windows 8-al már nincs ilyen probléma, azok tökéletesen lekezelik az SSD-t, és ugye még talán az a jó dolog benne, ami talán itt a Jenő, nem, mert benne volt a Jenőnek a hozzászólásában is, hogy tényleg a sebesség az többszöröse a merevlemezének. Tehát például egy operációs rendszer célszerű egyébként SSD-re telepíteni, mert mondjuk folyamatos adattárolása felesleges, mert sem az árérték arány még nem az igazi, tehát még viszonylag drága, bár már egész jó áron hozzá lehet jutni SSD-khez, viszont az ár, illetve a teljesítmény arány, tehát ugye a tároló kapacitásra gondolok, azért még köszönő viszonyban sincsen egy merevlemezhez képest, tehát több terás SSD az nagyon sokba kerül, ilyen 120 vagy 256-os SSD-k már elérhető árban vannak, de hát most arra gigás SSD-k már elérhető árban vannak, viszont arra valljuk be őszintén, az operációs rendszeren meg egy-két plusz programon kívül olyan sok minden nem fog már ráférni. Tehát ha adattárolásra akarod használni, akkor ezt valahogy kombinálni kell egy merevlemezzel még mind a mai napig. Tehát a merevlemezen tárolod az adatokat, dokumentumokat, filmeket, zenéket, stb. Ugye a tárhely miatt, tehát arra az úgy ráfér, és mivel ott akármelyik részt nézzük, tehát akár a filmeket, akár a zenéket, azért itt szekvenciális olvasásról beszélünk, tehát nem, meg írásnál is ugyanerről beszélünk, tehát nem annyira a sebesség a meghatározó, ezért ilyen esetekben a merevlemez tökéletesen jó. Az SSD az abból a szempontból jó, hogy mivel nagyon gyors az elérés és nagyon gyors az írási olvasási sebessége, ezért ha egy operációs rendszer telepítesz rá, kétszer-háromszor olyan gyors lesz maga a gépnek a működése, rákattintasz egy programra és rögtönben van, mert majdnem olyan tényleg, mintha memóriából dolgozna, bár azért ez kicsit túlzás, de egyébként tehát jóval hogy mondjam, felhasználó barátabb, olyan dinamikusabb lesz tőle az operációs rendszered. Tehát erre érdemes esetleg SSD-ben gondolkodni. Csabival folytatjuk, aki Skype-on van itt velem. Szevasz, Csabi! Szervusz, Andy, Csaba vagyok. Hello! Egy olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék itthon egy ilyen média szerverként egy NAS-t telepíteni. Uh-huh. Egy 2 gigás vagy 2 terás vinyóra gondoltam bele, és olyan 20 000 forint körül már kapni ilyen elvileg reklám szerint elég jót. Uh-huh. Na most az lenne a kérdésem, hogy nekem itt 3 tévé menne itt a családi házban róla, uh-huh. hogy mennyire szereti azt a vinyó, hogy mondjuk ugyanazt, véletlenül ugyanazt a filmet megnyitjuk mind a 3-an. Uh-huh. Hogy mennyire lesz ez szaggatásmentes, tehát hogy mennyire fog az működni. Hát figyelj, ha csak lejátszotok róla, és éppen akkor nem másol rá senki, vagy ilyenek, tehát csak lejátszásnál szerintem ez minden további nélkül menni fog. Ugye itt a vinyónak az olvasási sebessége a meghatározó. Tehát ha éppen másolsz, tehát mondjuk full sávszélességen egyik gépről, vagy a NAS-ról mondjuk másolsz le valamit, vagy éppen írsz rá, akkor elképzelhet, hogy meg fog akadni a lejátszás mondjuk egy 3. tévénél. De hogyha éppen nem történik ilyen nagy sebességű írás vagy olvasás, csak szekvenciálisan, ugye az előbb is pont azt mondtam, hogy ahhoz, hogy egy filmet real-time nézzél, ahhoz azért nem hajtja annyira vinyót, olvasgat róla adatokat, de nem hajtja ki, mert hát nem, nincs akkora sávszélessége gyakorlatilag annak a filmnek, tehát nem kell, hogy kihajtsa a vinyót maximális sebességen. Így akár elképzelhető, hogy nem hogy 3, de akár 10 darab tévéről is lehetne egyszerre nézni, még az se biztos, hogy megakadna. Viszont ha másol szépen rá, vagy olvasol róla, és másolsz mondjuk a számítógépedre, a NAS-ról, akkor elképzelhető, hogy megakad, mert ugye ott már a sávszélesség az ott már szűk keresztmetszet.
Ez egy nagy, akár 20-30 gigás MKV fájlra is vonatkozik szerintem? Persze, hát ez nem a fájl mérettől függ igazából, hanem mint mondtam, az olvasási sebességtől függ. De most egy 20 gigás fájl, mondjuk az egy másfél órás film esetén, hát számolt ki, az nem egy olyan nagy sebesség, tehát maximum ilyen 15-20 megabitről beszélünk másodpercenként, és akkor az már nagyon jó minőség. Most 15-20 megabit, azt most megabyte-ba felszorozva, ugye, vagy leosztva, ugye, mert akkor el kell osztani 8-al, hát az meg se közelíti a vinyónak az olvasási sebességét, tehát azért mondom, hogy az akár 10 darab, tehát 10 helyen is nézhetnéd egyszerre. Értem. És hogyha már itt tartunk, akkor még annyi kérdésem lenne, hogy szerinted ezek a 20 000 forintos nesek, ezek megfelelőek ilyen igényre? Vagy inkább ebből is a úgymond a drágábbat érdemes venni? Figyelj, alap esetben nincs igazából tapasztalatom vele. Szerintem olyan különbségek vannak, ilyen szoftveres támogatási különbségek vannak szerintem. Hardwareben nem hiszem, hogy nagy különbség lenne, hiszen a hardware nagy részét azt igazából a Vinyó képezi, és akkor van benne egy app-rom, amire föl vannak téve programok, szolgáltatások, hogy FTP-n, Windows hálózaton lehessen elérni, távoli menedzsment, stb. De gyakorlatilag az alapfunkció az ugye az adattárolás, tehát innentől kezdve szerintem olyan nagyon sok különbség nincsen az ilyen NAS szerverek esetében. Én azért mondtam, hogy nekem nincs tapasztalatom, mert gyakorlatilag én is, vagy itt a tévében is például úgymond ilyen NAS szervert használunk, csak nem ilyet, amiben egy vinyót bele tudsz rakni, vagy max. kettőt, hanem nálunk egy ilyen nagy réd van, amiben mint egy 8 darab vinyó van benne. És itt igazából a célja ennek az, hogy távolról lehessen hálózaton keresztül adatokat mozgatni. Ennek ez az egyetlen célja. Most az, hogy otthonra bőven elég persze, hogyha egy ilyen kis NAS szerver van, nem hiszem, hogy különösebb probléma lenne vele. Szerintem ilyen szoftveres támogatási kérdés csak, hogy most az árát hova pozícionálják. De szerintem egy 20 000 forintos is ugyanolyan jól tud működni, mint egy 50 000 forintos. Nem hiszem, hogy különösebb különbségek lennének. Értem, és hogyha már így mondtad, hogy a Vinyó maga úgymond benne a hardwarehez, uh-huh, a lelke. Én most jelen pillanatban a számítógépemen két programot tesztelek így ellenára, a Nero, már hogyha mondhatok nevet, bocsánat, amúgy ingyenes szoftver, uh-huh, a Nero Media Home 4-et, uh-huh, és a PS3 Media Servert. Uh-huh. Na most a Nero-val semmi gond, az akármit osztok meg rá, az igaz, hogy bélyegkép nélkül, de a tévén tudok tallózni szépen. A PS3-as, az abban már bélyegkép minden van, uh-huh, viszont a PS3-as, hogyha egy nagyobb MKV fájlt nyitok meg, akkor ott már memóriában, meg ott már ilyen konvertálgatások, etc. már van benne. Igen. Na most, hogyha esetleg ilyesmi előfordulna, akkor a NAS-nek, például a processzor, a memóriája, akkor az esetleg lehet Achilles sarka ennek a dolognak, nem? Ebben lehet valami, igen, alapvetően. Ugye meg kell különböztetni itt a tárolást és a média lejátszást. Ugye, tehát a média szerver az egy gyakorlatilag egy olyan protokoll, amit ugye a tévé tud értelmezni, ilyen NAS vagy DLNA megoldással. Alap DLNA-nál egyébként ilyen, hogy MKV az felejtő. Tehát azért konvertál közbe, mert létre kell, hogy hozzon egy olyan streaming folyamot, gyakorlatilag egy streamelés, amit a tévé utána megkajál. Vannak média szerverek, ilyen a Universal Media Server is, vagy ez a PS3 is, amit te mondasz, ami megoldja, hogy oké, hát ő kiátsza a tévére az MKV-t, bár a tévé nem támogatja alapból az MKV-t, de akkor viszont ő a háttérben ezt úgymond kitömöríti, és tömörítetlenül átnyomja a hálózaton a tévé felé egy olyan formátumon, amit már a tévé tud értelmezni. Na most, hogy ezt a NAS meg tudja csinálni, ezt nem tudom neked megmondani. Számítógépen ugye ezek a szoftverek megcsinálják, de azért zabálja is rendesen a számítógépnek az erőforrásait, mert hát ugye real-time-ban kitömöríti maga a számítógép a filmet, és streameli a tévé felé. Ha ugye olyan formátumról beszélünk, valamilyen AVI, MPEG, MPEG 4, amit tud értelmezni a tévé, és nem kell a számítógépnek beavatkozni, akkor gyakorlatilag viszont processzor használat nélkül működik ez az egész, mert csak fogja, és ugyanazt a formátumot oda küldi a tévé felé, és majd a tévé dekódolja. Az MKV az egy ilyen érdekes, mondom, mert régebben beszéltünk erről, ugye az gyakorlatilag egy container, ami
valószínűleg ugyanígy MPEG 4-es, vagy valamilyen X-vides, vagy valamilyen formátumban lévő videót tartalmaz gyakorlatilag, amit lehet, hogy a TV megeszik, viszont magát a konténer formátumot nem ismeri. Tehát ezt, hogy MKV-es számára ismeretlen. Bár vannak olyan TV-k egyébként, amik már ismerik az MKV-t is, de általában hálózaton, tehát DLNA-s megoldással nem szokták ismerni. Ezért kell ezeknek a média szervereknek úgymond transzkódolni, tehát real-time-on átkódolni. Ez igazából egy kitömörítés, semmi más. És akkor küldje. Nem tudom, hogy a NAS tud-e ilyet, tehát ezt a leírásában végig kell olvasgatni, hogy mire alkalmas. Hostolni biztos fogja, csak itt más kérdés, hogy valóban a TV mit szól hozzá. Igazából olvastam egy olyan trükköt így a NAS-eknél, vagy NAS-oknál, hogy hogy átírták az MKV-t, tehát a pont MKV-t átírták Avira. Pont Avira, és onnantól kezdve megjelenítette nekik a tévé, amikor tallóztak a mapák között, vagy a filmek között. Na most az az érdekes egyébként, hogy van ez a Nero Home 4, meg ez a PS3, a Nero Home 4 az egyáltalán nem csinál semmit, csak kiküldi DLNA-ba, és a tévé úgy látja. Igen. Viszont hogyha kikapcsolom ezt a transzkódolást a PS3-ban, akkor viszont azokat az MKV-kat meg semmi jeleníti, tehát sem, még a helyét sem, a nevét sem, semmi. Aha. Na hát erről beszéltem, hogy igen, az nem szabványos formátum, az egy ilyen olyan konténer, amiben mindent bele lehet egyébként pakolni, az egy másik kérdés, hogy a másik oldalon az eszköz, ami ezt fel akarná dolgozni, az ismerje ezt a formátumot, hogy ki szedje belőle, amire neki szükség van. A legtöbb tévé nem szokta ismerni, az újabbak már talán igen. Nem is a formátumot nem ismeri, mert mint ahogy mondtam, lehet, hogy egy MPEG 4 videó van benne, csak ugye MKV-nál általában ugye a Blu-ray DVD-ket szokták menüstől mindenestül bele lehet tömöríteni egy darab fájlba. Tehát ez erre van kitalálva. A másik oldal a kérdés, hogy mit kezd ezzel a fájllal. Tehát jó, akkor igazából... alapvetően ez a NAS ez működik több tévén igen, is mondjuk. Persze, tehát sávszélesség az szerintem lesz, nem hiszem, hogy akkora videókkal, meg akkora fájlokkal dolgozná, hogy ne tudná olvasni a vinyó, úgyhogy szerintem ezzel nem lesz gond. Mondom, itt egyébként most kulisszatitkot elárulok, de nálunk is hasonló módon működik itt a tévében. Sőt, pont egyébként most álltunk át ilyen netes rögzítésre, tehát gyakorlatilag nem is lokálisan rögzülünk, most azért néztem át, hogy megy-e, de remélem megy, mert nálunk is egy tesztüzemben van ez. Hogy nem is lokálisan rögzítünk a meghajtóra, hanem már egy ilyen NAS-re rögzítünk gyakorlatilag, hogy távolról a tévében lévő hálózaton gyakorlatilag akár a szerkesztőségben itt-ott el lehessen érni a rögzített fájlokat, és akár lehessen róluk dolgozni, miközben egyébként folyik az adás. Mert eddig az volt, hogy amíg rögzítettünk lokálisan, addig azokhoz a fájlokhoz nem lehetett hozzáférni, tehát addig, amíg mondjuk élő adás volt, nem lehetett azokkal a fájlokkal dolgozni, amit mondjuk korábban rögzítettünk, mert hogy az lokálisan volt azon a gépen. Most hálózatba megy, úgy néz ki egy első blikre, le is kopogom, hogy működik a dolog. Tehát, és ez rengeteg helyen használják így hálózati szinten egyébként, és ugye ha van egy gigabites hálózat, vagy de még egyébként a 100 megán is bőven el kéne, hogy menjen, de azért a gigabit az a biztosabb, mert gyorsabb ugyebár, nagyobb a tűrés határ, akkor tökéletesen kell ennek működnie, tehát nem minném, hogy lennének hibák. Hát az én routerem az egy 150 megás. Hát de annak a belső, tehát az a wifi, az elméleti wifi sebesség, de egyébként a maga a LAN portja az valószínűleg 100 megás akkor, de hát 100 megabitet sem fogsz kihajtani egyébként szerintem egy hát filmmel. Igen. Tehát mondom, egy film, most átlagban, ha egy jól tömörített Blu-ray filmről beszélünk, akkor az ilyen 15, max 25 megabites. Hát az hol van a 100 megás hálóhoz képest? Tehát négy olyan filmet tudnál biztos róla real-time-ba játszani. Tehát, és ha ennél esetleg kisebb sávszélességre van tömörítve, mert le lehet tömöríteni ugye ilyen MKV-kban, ilyen 6-8 megabitre leszokták általában butítani, hát abból meg akkor akár 10-15 párhuzamos lejátszást is ki kell, hogy bírjon a hálózat. Tehát. Értem. Jó? Rendben. Nagyon szépen köszönöm a segítséget. Nincs mit, Csabi. Hello, hello. Szia. Na, húha, most már közeledünk a műsoridőnk vége felé. Ránézek gyorsan a Facebookra, mert még egy-két hírt akartam nektek mondani. Izsány Zsolti egy kis érdekességet posztolt nekünk élő webkamerával, felküldték egy rakétát, ami szállította az Ultra HD felbontású kamerákat a nemzetközi űrállomásra. Fél órája megkezdték a felszerelést. Élőben lehet figyelemmel kísérni. Na, mekkora ötlet, belenézzünk. De jó. UHD kamerákat szerelnek fel a nemzetközi űrállomásra. Az szép.
Megnézzük. Kinézzünk az űrbe egy kicsit. Kinézhetünk végül is. Oké. Okay. Russian. Hát most figyelj, 4-3-ba közvetít, de egyébként az is lehet, hogy csak rosszul van ez itt beállt, mert nagyon nyújtottnak tűnik, nem? Akkor ilyen. Hát jó, hát oroszoknál még 4-3 van, ez van. Jó, na, de legalább működik, az is valami. Norbi adott egy pendrive, 6 éves, és nem akar működni, a villog, de semmi több, nem az enyém, hanem a tanári, neki sok adat sajna elveszett. Kuka? Hát nem tudom, hogy kuka, hát meg kell azt nézni valamilyen szoftverrel, mert hát hogyha adatok vannak rajta, ha nem lát, nem lehet olvasni, akkor már lehet, hogy bukta az adat, de ugye beszéltünk már róla, hogy vannak ilyen adat visszaállító szoftverek, RecQ-va és társai, amivel meg lehet próbálni visszaállítani az adatokat, és utána akkor meg lehet formázni ezt a pendrive-ot, ha meg lehet. Ha nem engedi, meg már így rendetlenkedik, akkor kuka, hát valószínűleg. Egyébként a pendrive az ilyen fogyóeszköz, nekem is van vagy 4 darab, csak a táskámba, és ebből szerintem 2 működik. A többi az kuka, tehát hogy így nem is tudom minek van, fogyóeszköz. Na, érdekességekkel folytassuk akkor. Windows 8.1-el kapcsolatban vannak híreink. A Microsoft március 11-én fogja kiadni asztali operációs rendszere legújabb frissítését, amely a múlt év végén publikált Windows 8.1-es működését fogja tovább finomítani, tehát ez az a bizonyos update 1, amiről beszéltünk. A vélhetően Windows 8.1 Update 1 néven érkező új verzióval a Microsoft ismét javítani fog pár a felhasználók által gyakran kritizált ponton a rendszer működésében. A frissítésről a héten több kép is kiszivárgott, hát gondolom ez a múlt hét még, amik arra engednek következtetni, hogy az új verzió még tovább közelít majd egymáshoz az új modern és hagyományos asztali felület tekintetében. Ennek köszönhetően a metró stílusú alkalmazások ikonjai is megtalálhatóak lesznek a hagyományos asztali tálcán, az új stílusú felület tehát használó programok pedig egy klasszikus társaihoz hasonló bezárás gombbal is rendelkeznek majd. Ezt itt talán hát annyira nem érdekes, majd megnézitek a képeket. Ezen kívül az új rendszer állítólag csökkenti majd a Windows rendszerigényét is, ami elsősorban a hordozható gépeken, illetve táblagépeken jelenthet majd érdemi változást. Az update egy-egy állítólag a jelenleg igényeltnél szerényebb paraméterekkel rendelkező eszközökön is képes lesz majd úgy működni, hogy elviselhető sebességgel, aminek köszönhetően az eddiginél olcsóbb Windows táblagépek is piacra kerülhetnek majd, illetve hát képbe jöhetnek ennek a frissítésnek köszönhetően ugye használati szempontból. De megkavartam a mondatot, na mindegy, remélem értettétek. Tehát a lényeg, hogy ahol eddig lassú volt, ott valószínűleg mivel kicsit optimalizálták, gyorsabb lesz a Windows 8-nak, illetve 8.1-nek a futtatása. Az asztali Windows új frissítésével együtt vagy nem sokkal, egy picivel utána fog vélhetően a Windows Phone 8-as új verziója is megjelenni, ami szintén elsősorban apróbb optimalizációkat hoz majd a mobilos rendszer működésében. Jelentősebb funkcionális fejlesztések csak a vállalati integrációban várhatók, bár ennek ellenére vélhetően több beépített alkalmazás is kap majd kisebb javításokat. Ezt követően legközelebb, vélhetően már csak az idei év végén, vagy jövő év elején frissül majd mindkét rendszer. Ugye itt a Windows 9 is képben van már, annak végleges változata valószínűleg majd ugye a jövő év elején várható, és az hoz majd a mostaninál is jelentősebb változásokat majd a Windows rendszer életébe. Na, úgyhogy aki Windows 8.1-et használ, mindenképpen figyeljen, március 11-én jön a frissítés hozzá. Oké. Okay. Na, és Apple-ös híreket akartam még nektek mondani, illetve egész pontosan a következő iPhone-ról vannak itt megint csak hírek. Egy elemzői információ szerint az Android platform 1-2 éve bevett standard méretében készíti el majd következő telefonját az Apple.
egészen sokféle pletyka röppent már fel a tavaly ősszel debütált iPhone 5-es képernyő méretével kapcsolatban, de az aktuálisan legújabb készüléknél az Apple végül megtartotta az iPhone 5-nél bevett 4-szoros méretet. Az elmúlt hetekben már az idén esedékes, várhatóan iPhone 6 néven érkező készülékkel kapcsolatban mennek a találgatások, amik egy új információ szerint kicsit túllőttek a célon. Ugye hát már látunk nagyon vékony, hajlított verziót is, szerintem ne álmodozzunk. Valószínűleg csak nagyobb lesz egyébként. Egy elemző cég szerint a következő generációs iPhone nem a korábban emlegetett 6-szolos fablet méretben érkezik majd, a képernyő 4,8-szolos lesz. Ezt egyébként az Apple beszállítói láncából szerezték ezt az információt, tehát hogy ez már majdnem biztos. Arról viszont egyelőre semmit nem lehet tudni, hogy a nagyobb mérethez mennyivel nagyobb felbontást fog majd társítani a vállalat. Ugye ezt Apple-ék nagyon szeretik túlzásba vinni a felbontásokat. Ilyen retina, meg majd gondolom jön a hiper-super retina, vagy nem tudom milyen kódnéven, vagy fantázia néven fogják emlegetni, de ugye mindenképpen figyelnek a minőségre, ami valahol szép és jó, valahol pedig mondjuk ki haszontalan. Ha igaznak bizonyul, akkor a 4,8-szolos kijelző, akkor az új iPhone képernyő mérete lényegében megegyezik majd azzal, ami az androidos csúcstelefonok bevett mérete volt már 2012. Miért akarok ma állandóan 1900-at mondani? Valahol a múltba élek kicsit. Tehát, hogy az a lényeg, hogy az új méret már végre közelíteni fog ahhoz, vagy ugyanaz a méret lesz, ami egyébként már a 1-2 évvel ezelőtti androidos csúcs kategóriás telefonoknál bevett szokás volt. Sokak szerint ez a lélektani határ egyben a klasszikus mobilként való használhatóság határát is jelenti. Ebben maximálisan egyet értek egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy tényleg a 4,8 vagy maximum az 5-szol az, ami még mobilnál kényelmes lehet. Utána már nagyon nagy, tehát az már a hát a táblagépnek még kicsi, mert ugye ott a 7-szolt is kicsinek tartjuk. Fablet kategória, ez az, ami soha nem fogja megtalálni egyébként a önmagát, tehát hogy most mikor hívunk táblagépnek egy okos eszközt, és mikor maradunk a mobiltelefonoknál. Ugye a paletta az elég széles és színes, de igazából tényleg a lélektani határ ez a 4,85-szol, ez az, ami kényelmesen még tenyérben elfér. Már ez is inkább férfi tenyér kell, mert csajoknak kis kezükben nem biztos, hogy az 5-szolos kijelző, vagy a telefon az azért olyan könnyen beleáll a kezükbe, de ja, úgyhogy ennyi egyelőre a hír, tehát ez már majdnem biztos, hogy a következő iPhone nagyobb lesz, egész pontosan 4,8-szolos. Na jó, hát kimaradt egy-két hír, amiről még érdemes lett volna beszélni, de hát nem csüggedünk, hiszen még csak a hét eleje van. Egész héten még meg is fogjátok unni a fejemet már, remélem azért nem. És velem tartotok holnap is, hiszen holnap restart ugyanebben az időben, 5 és 6 között várlak benneteket. Most sem menjetek túlságosan messzire, hiszen következik a legfrissebb sztárpercek Molnár Andrissal, illetve utána Zoé érkezik a Fix magazinnal, és rengeteg érdekességgel, úgyhogy mindenképpen válasszátok ma is a Fixet. Én köszönöm szépen a figyelmet, holnap találkozunk, sziasztok!